egy kemény mérkőzés volt, nagyon egy jó török csapat ellen, akik leginkább az első fél idő utolsó 8-10 percében eléggé benyomtak minket a kapunk elé, mert szerencsére sikerült gól nélkül megbúsznunk, akkor volt egy-két nagyobb helyzetük. Azt gondolom, hogy utána főleg aztán második fél időben egyre jobban kezdtük átvenni az irányítást, egyre jobban kezdünk nyugodtuk a mérkőzést, amikor sajnos a gólt kaptuk. De utána a csapat egy nagyon jó reakciót mutatott, és nem szólaltuk össze, hanem hittük saját magunkban, és bíztuk benne, hogy még egy gólt sikerült, ami a nagyon fontos döntetlenhez végül sikerült is, és szerintem ez egy nagy lépés jelent a második hely megszerzéséért. Világos döntetlen született, annak ellenére, hogy mi is megnyerettük volna a mérkőzést, illetve a törökök is, szerintem igazságos volt a döntetlen. Első mérkőzést meg kellett volna nyerni, a kezükben volt már, sajnos kiengedtük, de úgy gondolom, hogy a két mérkőzés után második helyen fordulni nem rossz dolog. Nagyon remélem, hogy a románokat kint meg tudjuk verni, és onnantól kezdve stabilizáljuk magunkat a második helyen. Nem, fantasztikus volt, ez is nagyon felemelő érzés, még hogyha idegenben is van. Sajnos ilyenkor nem tudjuk egymást elérni a pályán szavakkal, úgyhogy ez egy picit nehezíti erről az oldalról a dolgot, de viszont a játék maga tényleg ilyen hangulatban, ez fantasztikus, úgyhogy reméljük, hogy még sok ilyen mérkőzésen szerepeltünk meg. Igen, ez, de hangulat az parádés volt, a szurkolók nagyszerűek voltak. A csapat úgy gondolom, hogy már nem játszott túl jól, de nem adtuk meg magunkat, és egy pontot átadtuk. Amit úgy gondolkoztam most az utóbbi percekben vagy órákban, hogy a mérkőzés volt, hogy mi lett volna, ha a románok ellen nem kapjuk ugye az egy gólt, de erről felesleges is tényleg gondolkozni, mert még négy feladat vár ránk, főleg Romániában, hogy a most egy következő selejtező mérkőzés döntő fontosságú lesz, úgyhogy de láttuk a budapesti mérkőzésen, hogy nem kell egyáltalán félni tőlük, sőt, szerintem a mi csapatunk jobb is, mint az övéké. Igaz, hogy Romániában azért lehet, hogy ott is egy felgeteges pokoli hangulatban más teljesítményen lesznek nyilvesek, de én hiszek magukban, hogy ott is tudunk nyerni.